De ezt már megfigyeltem, hogy, hogy addig, amíg én magam rá nem jövök, addig minden olyan ködös, amit mondanak. És én magam rájövök, és még azt is gondolom, hogy erre én jöttem rá. És akkor utána esik le, hogy de hát nem mióta kérik ezt tőlem, igen. Veled nem jövök zavarba, amikor így hallgatunk, tehát. De most nem azért nagy jöttünk hallgató. Ide, hogy hallgassunk. És azt is tudom, hogy édesanyád, ugye, Saci, ő mindig azt szerette volna, hogyha a Nóra lesz a feleséged, de az én feleségem lett. Estét kívánunk! Estét! Az imént, míg önök még kint várták, hogy ez elkezdődjön ez az előadás, mi már itt voltunk bent, és leültünk, megnéztük a székeket, hogy milyenek, kényelmesek-e, és többek közt megtárgyaltuk, hogy hogyan legyen, hogy bejövünk az ajtón, vagy eleve már üljünk be bent, míg önök érkeznek. És akkor mondtam Csabának, javasoltam, hogy szerintem legyen úgy, hogy önök beülnek, és akkor mi pedig bejövünk. Csaba mondta, hogy jó, szerintem, és ne legyen itt semmi bevonulás, meg megérkezés, hanem akkor üljünk bent eleve. És akkor egy picit pár másodpercnyi szünet után valahogy mégis összeraktuk, hogy valószínűleg félreértettük egymást. De végül is bejöttünk, de én igyekeztem akkor nem vonulni, és akkor köszöntjük önöket. Igen, mert az volt a szándék, hogy a lehető legkevésbé legyünk teátrálisak, és mennyivel természetesebb lenne az, hogyha bent ülnénk, de aztán elvetettük ezt az ötletet, mert hogy az már talán egy kicsit túlságosan természetes, ami önmagában teátrális. Tehát ugye el voltunk hosszú percekig, mint igen, két igazi amatőr. Mindennek ellenére ma délután elkezdtem mondatokat fabrikálni azzal kapcsolatban, hogy hogyan mutassalak be téged, illetve hogyan meséljem és magyarázzam azt el, hogy miért téged hívtalak el ma este. És ahogy fabrikáltam ezeket a mondatokat, egyszer csak a bennem élő rendező, koreográfus, táncművész, társulatvezető és olykor-olykor színész Horváth Csaba egyre erőteljesebben ellenállt minden felcicomázott és feldíszített, előre kitalált mondatomnak, és érteni véltem, ugyanis rólad azt gondolom, hogy te mindig is az a típusú alkotó voltál, aki inkább keresi a járatlan utat a jártal ellentétben, aki tulajdonképpen mindig gyanút fog, hogyha alkotás közben valamiféle komfortot gyanít, vagy szimatol meg. Úgyhogy valahogy egyszerűen azzal magyaráznám ezt meg, hogy azért invitáltalak ma este, mert azon túl, hogy jó barátomnak gondollak, és jó barátoknak gondolom magunkat, azon túl pedig egy nagyon különös hangú, kivételes hangú és szellemiségű és nagyon érvényes művészembernek és alkotónak érezlek és gondolok téged, úgyhogy ez az oka, hogy most itt ülsz ezekben az egyébként egyelőre nem feltétlen komfortos pillanatokban most. Hát ez nagyon megható, Tamás, köszönöm. Komolyan mondom, tehát hogy eleve már akkor is elérzékenyültem, amikor felhívtál ezzel kapcsolatban, de most ez a definíció meg teljesen levett a lábamról, úgyhogy mondhatsz bármit.
meséltem egy kollégámnak, hogy hogy veled fogok ma este itt beszélgetni. Ez a kollégám a Túróci Szabi, aki már ő is szerepelt itt ebben a műsorban. Azért is mondtam, tehát valamiféle együttérzést remélve tőle, és mondtam neki, hogy veled beszélek, és egyből azt mondta, hogy csirkével. Majd mikor beérkeztem ide, akkor a Krisztián nevű világosító volt még egyedül itt, és ő azt kérdezte, hogy ja, most ma este ti vagytok, ugye, a csirkével. És akkor azt éreztem, hogy ez például tálcán kínálja magát a csirke, hogy megkérdezem tőled, hogy honnan ez a név? Hát igen, tehát ez egy elég nem illő név talán a személyiségemhez, vagy a fizimiskámhoz. Mindenesetre nagyon régről ered ez a név, és valahogy így átmentődött mindig. Tehát úgy mindig jött velem, tehát egész fiatal koromból. A 83 és 87 között az Állami Balett Intézet néptánc tagozatán tanultam, ami ma már táncművészeti főiskola, és abban az időben, szerintem te is emlékszel rá, hogy volt egy televízió műsor, a Kék Fény című, ami sokszor ilyen kabaréként is szolgált a nézők számára. És ott volt egy ilyen, pontosan nem emlékszem, egy ilyen tolvaj banda, tehát egy ilyen bűnöző banda, vagy nem is tolvajok voltak, tehát volt ott valami ilyen kisebb agresszió, ami a bűn maga volt, és Szabó László meginterjú volt az egyik bűnözőt. Ugye az ő ilyen típusú interjúi, tehát nagyon-nagyon híresek voltak, és nagyon népszerűek. És ezt az illetőt csirkének hívták egyébként, csak úgy mellesleg, az volt a beceneve, hogy csirke. És megkérdezte tőle a Szabó László, hogy mesélje el, hogy történt az incidens. És elkezdte mesélni, és így előredőlt, szóval az így bennem van a kép, és azt mondta, hogy beléptem a bárba, és az illető, tehát a sértett, és az illető ott ült a kocsmába ezzel a nővel, és mutatta a nyakláncán a medált, amin egy nő fotója volt. És nekem az annyira megtetszett, mert annyira teatrális és igazi gesztus volt, hogy olyan inspiratív volt, főleg abban az időben. És aztán volt még egy kérdése a Szabó Lászlónak, hogy a beszélgetés végén, hogy mit tudna felhozni mentségéül, kérdezte a csirkét, a csirke nevű illetőt, és egy teljesen értelmetlen mondatot hozott fel magyarázatként, hogy idegbeteg vagyok gyerekkorom óta, eddigi életem miatt. És szó szerint... Akkor úgy érezted, hogy megvan a neved. De szó szerint ez a mondat hangzott el, és ez annyira vicces volt, hogy én ezt így a suliba egy párszor így ellöktem, és ezért azt mondták, hogy... Tehát így ragadt rám ez, hogy csirke. De törekedtél rá, hogy ez a név... Törekedtem. Nem, egyáltalán. Tehát az ellenkezőjére törekedtem. Arra törekedtem, hogy ez a név lekopjon róla. És hát nem kopott le, mondjuk főleg a táncos berkekben ismernek inkább így, tehát ugye a színházi berkekben kevésbé, de én szerettem volna, hogyha ez a név lekopik rólam, de nem kopott le. A édesanyám nagyon gyakran ült az akkori baráti társasággal együtt, tehát hogy nagyon szerették a barátaim, meg tehát ilyen igazi haver volt, és mindig, amikor ott volt köztünk, akkor mindig figyelmeztette a többieket, hogy amíg én itt vagyok, senki nem erje a fiam a csirkét. Kérek nevezni. Neked viszont nincs beceneved, és nem is jutna eszembe semmi becenév, hogyha neked becenevet kéne adni. Te Keresztes Tamás vagy, tehát és semmiféle becenévre nincs szükséged. Volt becenevem annak idején. Micsoda? Ez úgy volt, hogy akkor még lakótelepi fiú voltam Debrecenben, és
még szerintem általános iskolás, akkor volt egy számomra tetsző, egy becsületes becenevem, az úgy hangzott, hogy Keri. Noha de nem, ehhez nem kell túl nagy fantázia, de tehát ez kialakult, valahogy Keri voltam. Én voltam Keri, aztán ahogy középiskolás lettem, akkor ott ez megszűnt, akkor Tamás vált belőlem. Aztán szerintem talán már az egyetemet is elvégeztem, és felnőtt voltam már szinte, amikor meg egyszer csak már Tomi lett belőlem. Egy darabig én is küzdöttem ellene, de aztán feladtam. Úgyhogy az én becenevem az így alakul, de valóban olyan, hát olyan típusú, mint hogy Csirke, vagy mint a Mészáros Bélának a Bucu, és hasonló becenevem nincsen. Debrecen az nagyon meghatározó egy színésznek, aki Debrecenből jön. Tehát igen, valóban vicces egyébként, de közben meg azt gondolom, hogy Debrecenből van mindig ilyen külön, ilyen furcsa különös figurák. Tévednek így a... És sokan, igen. És sokan, így van. Hát ugye az egyik oka az, hogy az Adi Gimnázium az egyik legjelentősebb színházi, vagy drámatagozatos középiskola, de egyébként is ilyen csodabogarakat dob ki magából az a város. Az, hogy a színházi berkeken belül is nagyon sokan származnak onnan el, annak nem tudom pontosan az okát, de az egyik oka az mindenképpen az, hogy ott van egy Ady Endre Gimnázium. Igen. Drámatagozat. Csikos Sándor, aki nekem volt ottani mesterem, és hát Cilla mama, így hívtuk őt, ő az igazgató helyettesnő volt akkor, amikor én oda jártam. És még többen is tanítottak ott a drámatagozaton, de nekem alapvetően a Csikos Sándor volt a mesterem, de ott tényleg, ott ezt nagyon komolyan vettük, azért mentünk abba az iskolába, és tényleg elhivatottan, igazából sok esetben a tanulás rovására mi azt akartuk, azt csináltuk. Azon túl pont akkor a debreceni Csokonai Színház és az Ady Endre Gimnázium az 30 méterre van egymástól. És amikor én ott voltam diák, akkor Lengyel Gyuri bácsi volt az igazgató, aki gimnazistaként áthívott sokunkat, vagy megkínált ezzel a lehetőséggel, hogy ott szerepeljünk, és nem akarok ebben most nagyon részletesen belemenni, de most jut eszembe, hogy korábban pedig volt a Légyó, mint halálig című musical. Minden esetre ott nagyon mindennapi volt a jelenlétünk sokunknak a színházban. Amikor leérettségiztünk, akkor a Lengyel Györgyű fel is ajánlotta pár embernek, hogyha nem vesznek fel minket az egyetemre, a színművészetire, akkor ő ajánl állást. És ez így is lett? És ez így is volt, és ott 3 évig voltam már hivatalosan tagja a Debreceni Csokonai Színháznak, és 4. évre vettek engem fel. Úgyhogy hát egyszer jó sok év után visszamentem a Debreceni Színházba, már innen a Katona József Színházból egy vendégelőadással, és olyan érdekes volt, hogy minden illat, és hát az az igazság, hogy talán még a falak kopottsága is, mert azért jól körbejártam ott akkor ott azt a színházat, a bútorraktárt is, minden is felmentem a csiga lépcsőn a legmagas, tehát tényleg jól bejártam. És minden ugyanúgy maradt, de olyan szinten, hogy a szag, ami számomra illat, de ott jött, tehát hogy az ugyanaz volt, amire akkor jöttem rá, hogy sehol máshol nem éreztem ezt, volt egy saját
Hát én szívesebben nevezem illatnak, hogy de nagyon különös élmény volt. Tehát nekem nagyon sokat jelentett valóban az ott eltöltött több mint 3 év, mert már általános iskolás koromban is oda kerültem. Hát most éppen, volt. Éppen most építik át a Debreceni Színházat, tehát hogyha a felújított Csokonai Színházban visszamész, és még mindig érzed azt a szagot, akkor az több annál, mint egy szag. Igen, de amikor visszamentem, akkor már a büfé például teljesen máshol volt, tehát igen. Akkor már történt egy átalakítás. Igen, de a szag az ugyanaz volt. Igen, így van. Igen, te is voltál Debrecenben. Én is voltam néhány évet, és én nekem is van, ugye családi kötődésem is van, hiszen a feleségem Debrecen, és majd szeretnélek megkérni, hogy mesélj nekem a feleségemről. Igen, Földáki Nóra, színésznő. Ő a híd köztünk tulajdonképpen. Ő mindig nagyon nagy szeretettel és ilyen testvéri rajongással beszél rólad. Te tulajdonképpen nálunk otthon mindennapi téma vagy. Tehát bármi kapcsán felmerül a neved, és akkor többnyire a derű az, ami ennek a neved kiváltotta állapotnak a jellemzője. Nagyon, nagyon izgalmas sztorikat például elmesélte, hogy buktál le az Adiba hozzájuk. Tehát ugye te egy évfolyammal följebb jártál már a gimnáziumba, és aztán úgy lettél osztálytársa Nórának, hogy lebuktál. Tehát németből volt azt hiszem egy vizsgád, és volt egy kérdés, egy pótvizsgád, igen, volt egy kérdés, amire természetesen te azt válaszoltad nagyon, nagyon evidensen, hogy já. És aztán, kaptál még egy kérdést, és arra meg pedig azt válaszoltad, hogy pláne já. És ezért aztán kellett ismételj. Ezért. Így van, és van, nem még, ezért. Van még egy sztori, nem sztori, hanem egy eset. Ugye, van még egy eset, azt is tudom, hogy az történelemből volt, amikor ugye évszámokra kellett reagálni, hogy egy adott évszámnak adott évszámhoz milyen történelmi esemény párosul, és az évszám a következő volt, 1077, 4. Henrik német-római császár, német császár és 7. Gergely pápa közötti konfliktusból fakadó történelmi esemény. És hát természetesen gőzöd nem volt róla, hogy mi a válasz, és már az egész osztály súgta, hogy kanosszajárás, mire te mit feleltél? Azt felelted, hogy Kanossa János. Elnézést, hogy ne haragudj, hogy ne, nem akarlak. Lenyűgöz, milyen készültem. Igen, én abszolút készültem belőled, így van. De hát ezt most csak azért mondtam, mert ezek annyira bájos és vagány és szélsőséges események a te fiatalabb korodból, vagy a gimnazista korodból, és az Adi gimnáziumból, és mindemellett ugye hát a te zsenialitásod, a színészi zsenialitásod zsenialitásodat is szinte megmagyarázzák ezek a szélsőséges helyzetek, tehát igen. Semmit igen. Nem tud. Igen. Muszáj valamit kitalálni. Igen, és amúgy is egy olyan alkatú ember vagy, aki hát mondhatni nagyon nehezen fejezi ki magát. Vagy látszólag nehezen fejezi ki magát inkább. Tehát, és én többek közt ezért is szeretlek téged nagyon, mert közel áll hozzám ez a fajta küzdelem, uh-huh. Amikor az ember ből sugárzik a tehetség, a szikra ott van benne, és született művész, tehát nem túlzok. Ráadásul ugye te magad zenész is vagy, és egyben zeneszerző is, és valahogy
ezek a dolgok ugye annyira evidensen következnek egymásból, hogy nehezen fejezed ki magad, miközben, ha leülsz egy hangszerhez például, akkor olyan a harmonikus viszonyba kerülsz vele, ami zavarbejtő egyik pillanatra a másikra. Te magad is egy olyan vagy, most nem akarok ilyen költői túlzásokba bocsátkozni, mert nem azért ülünk itt, hogy dolgozzunk, de hogy te magad is olyan vagy, mint egy hangszer. Tehát ezt soha nem felejtem el, amikor az első színházi élményem pontosan a Kamrában volt, akkor láttalak először színpadon a Zsóter Sándor rendezésében a Néger és a kutyák harca című Koltesz előadásban játszottál, és bejöttél, és minden idegszálad megfeszült, tehát abszolút az jutott eszembe, hogy olyan vagy, mint egy ilyen húros hangszer. Tehát, hogy az első pillanattól kezdve az utolsóig, és azon most kicsit visszaadom ezt a bevezetést, amit elindítottál is, amilyen szépeket mondtál rólam, hogy azon kevés, számomra azon kivés, kevés művészek közé tartozol, aki például, ugye, akinek minden a zene, tulajdonképpen a zenében tudja talán a leginkább megfogalmazni magát, akkor is, amikor egy prózai színházban a színpadon szerepet játszik, akkor is olyan, mint egy zenész, és azon kevés színészek közé tartozol, aki amikor zenél, akkor nem azt érzem, hogy egy színész előadja, hogy zenész, hanem ugyanolyan élményem van, mint amikor egy zenész nézek, és egy zenész lenyűgöz a zenésznek a saját zenébe való belefeledkezés. Ez többnyire a jazzistáknál szerettem a legjobban tetten érni, ilyen például Dress Mihály, akit mindig tetten érek, mert évtizedek óta hallgatom, de még nagyon sokan egyébként, hogy amikor belefeledkezik a muzsikálásba, akkor mennyire kiszolgáltatott, mennyire esendő, és egyben mennyire tehetséges. És ugyanezt érzem nálad, amikor nézlek téged a színpadon, vagy zenélés közben, akkor egy zenész látok, és nem egy színészt, aki úgy csinál, mintha zenész lenne. És ezt nálad soha nem látom. Tehát, hogy ezt nálad soha nem érzékeltem, sőt, pont az ellenkezőjét érzékeltem, tehát nagyon sokszor volt olyan élményem, hogy téged látlak a színpadon, és egy zenészt látok, uh-huh. aki zenél a hangjával, a testével, amúgy is ugye a fizikumod nagyon kifejező, egészen különleges, ezt ugye ilyen szakmai szemmel mondom, de közben ugye ott is van egyfajta nagyon különös kettőség, valami ellentmondás. A testedben is van valami ellentmondás. Állati kifejező vagy a testeddel, nagyon jól tudsz például bohóckodni testtel, ami nagy dolog, mert ugye ezt nagyon kevesen tudják, a humor testtel megfogalmazni. Viszont képtelen vagy megjegyezni egy koreográfiát. Képtelen vagy. Tehát akkor, amikor csináltuk a Vojceket, ugye Asher Tamás rendezése, az is egy nagyon érdekes találkozás volt veled. Ugye Asher Tamás megkeresett engem, hogy volna kedvem ezt a Tom Waits féle Vojceket, ugye azt csináltuk már jó pár éve, ebben, mint koreográfusként részt venni, és hogy te játszod a Vojceket, és nagyon-nagyon érzékletesen, Asher rögtön a Giacomettinek a pálcika embereit, vagy ezeket a vékony szobrait, figuráit hozta elő, és akkor úgy néztem ezeket tehát a Giacomettinek ezeket a munkáit, és valóban nagyon kifejező, nagyon beszédes, nagyon inspiratív, és aztán rájöttem, hogy igazából őt se a Giacometti motiválja, hanem te motiválod, mert te vagy olyan, mint ezek a Giacometti szobrok. Tehát a te fizikumodnak tulajdonképpen az a lényege, tehát valószínűleg ő lát. Tehát lát, amikor te állsz fönt a színpadon vékony, inas végtagjaiddal, testeddel, kezeddel, karoddal, lábaddal,
a feszülő arcizmokkal, akkor ő látja ezeket a Giacometti szobrokat, akik egyébként semmi más, ugye az a koreográfia tulajdonképpen, amit nem biztos, hogy koreográfia, mozgás, mindegy. És emlékszem rá, hogy semmi egyebet nem kellett megcsinálnod, csak az, hogy egy, két, tehát lép, lép, szűn, lép. Tehát egy lépést kellett kihagynod, tehát kettőt lépni, igen. A saját testsúlyodon hagyni, vagy a saját lépőlábadon hagyni a testsúlyt, tartani egy szünetet, és még egyet lépni. És az istenek nem voltál képes megtanulni. Tehát nem tudtad, nem tanultad meg, nem tudtad megtanulni a koreográfiát. Hát igen, pedig ez tényleg nem bonyolult. Hát igen, de hát szóval ettől vagy ilyen egészen különleges, zseniális, és nehezen formázható anyag, aki tulajdonképpen annyira önmaga, hogy néha már nem is érdemes bármit is csinálni vele. Igen, ez valóban van, vagy el tudom képzelni, hogy nehéz lehet olykor rendezőnek velem, mert valahogy valami van, valami olyan makadság, amit egyébként nem én akarok, nem én csinálom, de van, hogy akkor értem meg azt, hogy mit kér egy rendező, amikor én is rájövök, hogy azt kell, vagy amikor én magam jövök rá. És igen. Egész addig olyan, mintha nem is hozzám beszélne. Addig, tehát, hogy de valahogy nem tudom a gondolatot, mint egy puzzle-t illeszteni, de nem rossz szándékból, és egyébként nem valami makadságból valójában, tehát tele vagyok jó szándékkal, de ezt már megfigyeltem, hogy addig, amíg én magam rá nem jövök, addig minden olyan ködös, amit mondanak. És én magam rájövök, és még azt is gondolom, hogy erre én jöttem rá. És akkor utána esik le, hogy de hát nem is mióta kérik ezt tőlem. Igen. Hát az imént jól visszakaptam, de a makadság, hogy a német pótvizsgára én nem így emlékszem. És csak a Nórához is akarnám egy kicsit visszaterelni a szót. Én úgy emlékszem, hogy valóban nyári pótvizsga volt. És nagyon hosszasan beszélt hozzám két segítő szendékú kedves német tanárnő, hogy volt ott egy vizsgabiztos is, és hogy úgy lehessen, gondolom, hogy lehessen azt érezni, hogy itt németül hangoznak el mondatok, és így zsongott a fejem, és egyszerűen csend támadt, és akkor rájöttem, hogy szerintem most kell azt mondanom, hogy igen. És akkor ebben a pillanatban azt mondtam, hogy yes. Yeah. Igaz, nem tanultam angolul, mert hogy nem lehetett, tehát hogy nem volt rá hely. Tehát hogy ezért is érdekes, hogy valójában németet tanultam akkor már akkor 3 éve, és akkor egyszer csak a semmiből jött egy ilyen, hogy én most angolul válaszolok egy német pótvizsgán. És valóban így lettünk osztálytársak a Nórival. És igen, és a Nórinál rengeteg felvétel van. Hát a Nóri, ő egy nagyon-nagyon különös lény. Ő a feleségem. Igen. És tulajdonképpen ugye én őt sokkal-sokkal korábban ismertem, ami nagyon mondhatni érdekes, de közben érthető, és tulajdonképpen semmi érdekes nincs benne, hogy mi nagyon-nagyon jó barátok voltunk, és volt egy debreceni 4-5 fős mag, akik mai napig jó barátok vagyunk. Noha már nem olyan intenzíven létezünk együtt, mert kit merre-merre vitt az élet. Többnyire egyébként mindenkit színházi pályán. De valóban az egy életre szóló barátság azóta is, és amikor én téged megismertelek, és megismerkedtünk, egyébként erről nem beszéltünk, nem egyeztettünk, de nekem is
egy ilyen első élményem az a pont a Néger és kutyák harca előadás tájéken történt, amikor én nekem elmesélte a Zsótér Sándor, hogy te felfigyeltél arra az alakításomra, és az nekem akkor olyan sokat jelentett, és az valami, hát akkor fiatal voltam, és pályám leges legelején szinte, és maga az a szerep, az pedig egy nagy, nagy kihívás volt. Ez egy Hajdú Karjásszal, illetve Tóth Anitával és Fekete Tibivel játszottunk ebben, négy szereplő volt, és három óra szöveg, és ebből azért a nagy részét azt a Karesz és én nyomtuk, tehát sose volt ennyi szövegem például. És hát akkor még sokkal kevesebb önbizalmam volt, és nekem az is egy életre, tehát emlékszem arra az élményre, amikor én meghallottam azt a hírt, hogy neked ez tetszett. És aztán, na mindegy, szóval csak ez egy zárójel volt, hogy tök érdekes, hogy ugyanoda emlékszünk vissza. De azt akartam mondani, hogy nem csodálkoztam, amikor téged megismertelek már személyesen, hogy valami, abban a pillanatban tulajdonképpen valami hasonló érzésem volt, mint amit Nóra iránt érzek, hogy valahogy, mintha már nagyon régóta barátok lennénk, és hogy valahogy, amit nem tudom, hogy ki mit honnan hoz magában, de valahogy, mintha nem az elején kellett volna nekünk elkezdeni, hanem mintha mi a közepétől kezdve kezdhettük volna mi ismeretségünket. Igen, a barátságunkat. Igen, igen, igen. De ígyunk egy kortyot. Ígyunk egy kortyot. Szerintem. Így van. De hogy, sőt, azt tudom, hogy tehát a szüleid, ugye, a szüleid és Nóra szülei nagyon jó barátok a mai napig, és azt is tudom, hogy édesanyád, ugye, Saci, ő mindig azt szerette volna, hogyha a Nóra lesz a feleséged, de az én feleségem lett. Erről nem tudtam. Vagy tudtad? Nem. Nekem mondta Saci, hogy ő mindig azt szerette volna, hogyha te a Nórát veszed feleségül, de én vettem feleségül a Nórát. Jó? De... Hát én és, nagyon örülök, és... hogy ez így történt. Szerintem ti egy tökéletes, hát nem tudom lehet, de hogy nagyszerű párti vagytok. Én nagyon jókat mulatok azon, amikor neked... látlak benneteket, mert én már látlak benneteket öregkorotokban. Tehát, és öregkorotokban, többször is. Igen, elég, igen, elég. Mert olyan nagy szeretettel tudtok zsörtölődni, hogy az nagyon szeretetteljes kívülről nézve, de egyébként nem. Tehát, igen, tehát... Nagyon érdekes ez a aritmia, ami itt köztünk van. Nem tudom, hogy tapasztalják-e, vagy érzékelik-e, hogy van köztünk egy aritmia, ami hát ezt elárulhatjuk, hogy egyáltalán nem zavar bennünket, hogy nem vagyunk olyan flottak. Tehát ugye nem vagyunk olyan evidensen közlékenyek, vagy legalábbis ez a beszélgetés, ez több helyütt már megbicsaklott az elmúlt x percben, de ez nem baj, mert ez is olyan, mint az életén. Például, hogyha valakihez hasonlítanom kéne téged, akkor nagyapámhoz hasonlítanálok, mert ugye nagyon ritka az, amikor egy ember valakivel tud hallgatni egy társaságba. És ugye vele volt hasonló élményem, és lám-lám megint elkezdek nosztalgiázni, de hogy veled nem jövök zavarba, amikor így hallgatunk, tehát. De most nem azért nagy hallgató. Ide, hogy hallgassunk. Te nagy hallgató vagy. Én sajnos ezért igen. Ezért is mondtam azt, hogy azért veled nehéz. Nem könnyű. Így igen, van. Igen, sajnos. Ez így van. Igen. És hát... És ki visel most el? Van egy szerelmem, Anna. Ő lakberendező és belső építész. Ő. Ő. Nagyon. Egyelőre még nem elviseljük egymást, hanem még nagyon vágyunk egymás társaságára.
De ez most már jó, mi régóta tartó kapcsolat. Most már mondhatni, hogy ez egy stabil. Igen, hát ez valahogy a pandémia miatt bonyolult volt az eleje, mert nem tudtunk találkozni. Tehát amikor megismerkedtünk, akkor nem volt pandémia, és amikor rájöttünk, hogy lehet, hogy szerelmesek vagyunk, akkor pandémia lett. És úgyhogy csak úgy, mint a színházat egy darabig, ahol online próbáltunk, ami egy, hát nem egy könnyű műfaj, no de hát ugyanezt egy szerelem esetén azt hiszem, hogy még kínzóbb, de hogy ezért aztán, de hát ez 2 éve, igen, azt hiszem 2 éve. Így van. Ez már tartós. Igen. Igen, igen. De ne, tehát tényleg nem kell elviseljük egymást, tehát hogy jaj, ez ne, most... Ne, te, jaj, ne, nem, nem, dehogy, nem dehogy, akartok dehogy. Megbántani. Dehogy. A végén verekszünk. Arra volt szó, hogy nem fogunk, igen. Igen. Nem, ezt egy... Hát szerintem engem is el kell viselni, nyilván téged is el kell viselni, tehát azért minket el kell viselni. Hát azért ezt tudjuk, hát, na. Persze. Halljuk be. De hát az ember ugye megpróbál fejlődni, vagy hát, hogy... Én például nem is tudom, tehát próbálok nem elviselhetetlen lenni, vagy nem, és próbálok elviselni én is. És akkor ezt a kettőt így közelíteni, hogy minél jobban elviselni, és minél elviselhetőbb lenni, és akkor ez nem tudom, hogy ennek amúgy bármi értelme van-e, meg hogy vezet-e bárhová, de... De abszolút van, szerintem, tehát hogy egyébként hasonlóképpen gondolom én is, és teszem is, tehát hogy muszáj, hogy elviselje valaki, mert hogyha nem viselne el, tehát azért nekem is tennem kell, hogyha nem viselne el, ha én nem tennék érte, hogy elviseljenek, ha nem viselne el, akkor bajba lennék. Én kaptam egy kis hanem egy kis összegzést rólad, és ott láttam, hogy az első, egyik első, az hogy volt? Azt tudom, hogy az volt a címe, hogy a duhaj. És azt valahogy a pályád eleje tájékára datálják, az 95 tájéka? Tehát az önállóságra kelésed és amikor elkezdtél önállóbb alkotó lenni. És én azt nem láttam. Nem tudom, hogy arról van-e felvétel. De valahogy, tehát úgy nem lepődtem meg azon, hogy egy ilyen meghatározó munkád, ami az önálló létezésednek egy első kifakadása, vagy kinyílásának az első momentuma, hogy annak az a címe, hogy a duhaj. Igen. Az valóban, az rólad szólt, az a... Hát... Szóló tánc volt, ugye? Nem. Nem? Az egy több szereplős előadása, az akkori formációval, ahol akkor dolgoztam, a Sámán Színházzal, egy több szereplős előadás, én voltam a koreográfus rendezője, de többen játszottuk, tehát ilyen régi barátaim egyébként, tehát ilyen figurák. Te magad az is előző, játszottál, én magam is játszottam. Volt korábban, mi volt a legkorábbi olyan, hogy játszottál is és rendezted is? Legutóbbi vagy a legkorábbi? Vagy hogy ez a duhaj volt az első? Magam. Tehát eleinte, tehát a pályám elején, főleg a koreográfusi pályám elején szinte minden előadásomban játszottam. Uh-huh. Igen, tehát hogy aztán utána kipróbáltam azt, hogy milyen az, amikor én magam kívül maradok és csak komponálom. Az is egy élmény volt egyébként. De mikor rendeztél először? Hát most mikor koreografáltam? Egyáltalán mikor csináltam? Úgy, hogy amikor önálló. Művet? Amikor önálló. Hát olyasmi, tehát ugye 87-ben elvégeztem a balettintézetet, igen. Ugye? Akkor ott néhány évet a Honvéd Együttesben táncoltam, és aztán utána már abszolút a független területen találtam magam, és hát ilyen 95,
olyasmi, ahogy te 94-95 magasságában, igen. Különböző formációkban, különböző létszámú csapatokkal, többnyire olyan csapatokkal, amelyeket én magam is vezettem. Tehát, hogy általam, vagy az általam létrehozott csapatokkal, vagy olyan csapatokkal, ahová ilyen rezidens alkotónak hívtak, ilyen volt 8 év a Közép-Európai Táncszínházban, ahol tulajdonképpen fölkértek arra, hogy legyek a művészeti vezetője ennek a tánctársulatnak, és azt a saját magam ízlése szerint formálhattam. Tehát, hogy... És akkor utána pedig ugye megcsináltam a Forte társulatot, ami a mai napig is a saját csapatom. Igen. Úgyhogy hát igen, az egy jó élmény, amikor az ember koreografál, vagy alkot, rendez, végül is ugyanaz szinte, és önmagát is látja, és benne, a saját maga művébe, és képes hátralépni egyet, annak érdekében, hogy ez egyébként furcsa mód avval párosult, hogy ahogy egyre rutinosabb lettem, és ahogy egyre többet foglalkoztam a részletekkel és a részletek kidolgozásával, úgy egyre inkább élveztem ezt a játékot, mert azért ez mégiscsak egy játék, csak ugyanolyan komolyan kell venni, de hát ez most egy óriási sztereotípia volt, úgyhogy folytatom is, tehát ahogy az ember egyre részletesebben, egyre kidolgozottabban szeretné látni azt, amit elképzel, úgy én azt éreztem, hogy egyre hátrébb kell lépjem, hogy tisztán lássak rá, és egyre kevésbé volt igényem arra, hogy önmagamat is lássam. Kiszöktél benne. A színpadról. Kiszöktem a színpadról, igen. Hát sokszor érzem egyébként, hogy ez nem biztos, hogy kellett volna, de nem, mert közben meg... Csak amit elmondasz, az olyan, hogy azt mondod, hogy ezt még pontosabban kéne csinálni, de hátrébb kell menni, mert nem látok el rendesen. Ez, igen, vonz is már... Igen, abszolút, így van. Igen. Felszabadító de... volt lejönni a színpadról? Most viszont már régóta nem voltál úgy színpadon. Igen, de mert közben kinyitotta a szememet is, tehát hogy például olyan dolgokra lettem figyelmesebb, ahogy lekerült a fókusz önmagamról, mint előadóról, de a mai napig nagyon szeretek fölmenni, és megmutatni azt, hogy képzelem el. De lekerült a fókusz önmagamról, mint előadóról, sokkal inkább a kompozícióval tudtam foglalkozni, és furcsa mód, ha a hétköznapi életben is sokkal figyelmesebb lettem olyan inspiratív képekre, mozzanatokra, hétköznapi emberek által megtörtént jelenetekre, amire egyébként annyira nem figyeltem annak előtte. Ezt szívesen elmesélek egyet, ha gondolod. Például ez meghatározó élmény volt, de mondjuk azért nem akarom ezt túl misztifikálni, tehát nem ezektől az élményektől kezdtem el a koreografálással, komponálással, rendezéssel foglalkozni, hanem ezek úgy egyszer csak úgy megjelentek, tehát hogy nem kerültek el a figyelmemet. Tehát például nagyon, nagyon erős élményem volt az 1998-as franciaországi világbajnokság, futball világbajnokságon, ugye volt egy felejthetetlen futballmeccs a Horvátország-Németország. Horvátország megverte Németországot 3-0-ra. Na most ugye ebbe az volt a szép, hogy akkor hogy a balkáni háború után a Horvátország volt a világ legfiatalabb országa akkor. És hát én akkor pont Pulán voltam, ugye egy kis horvát, egy nagyon szép ilyen mediterrán városba, kis városba, okori városba, és aznap játszottunk volna. Tehát egy fesztiválra voltunk meghívva, aznap játszottunk volna, de mivel hogy ez a meccs ment, tehát ott töröltek mindent, tehát ott szó nem lehetett színházról. Tehát, és én magam is megnéztem a meccset egy nagyon szép kastély kertjében, ilyen óriás kivetítőn, euforikus hangulat, elképesztő topzódás, tehát hogy az eufóriának valami olyan tetőfoka, amit ráadásul egy komplett város produkál, tehát...
meglehetősen szinte ilyen kötéltánc hangulat volt. Tehát rengeteg veszélyhelyzet, de közben ez az öröm, ez a felfokozott hangulat az egész városban, ez nagyon erősen hatott rám, és iszonyú hangzavar volt éjszaka, ugye egész éjjel, a meccs után, és én sétáltam a... Tehát, és mi lett a meccs eredménye? 3-0-ra nyert, bocsánat, ja. Azt nem mondtam, Horvátország. Tehát, ja, ja, ja. Tehát világbajnoki bronz. Ez ugye még az időszak ja, ja, ja. volt, amikor a Suker volt a sztárja a horvát csapatnak. Igen. Na mindegy, tehát, és elképesztő hangulat a meccs után, és sétáltam a városba. Hát akkor ez nekik egy történelmi esemény volt. Abszolút, abszolút, így van. Igen, szóval ott minden kulminált, tehát így összejött a balkáni háborúból való kilépés, akkor ez a világbajnokság. Tehát, és sétáltam a városban, hát illetve hát így osontam, tehát kúsztam. Nehogy valami történjen velem, miközben látni akartam mindent, ami ezzel jár, ezzel a euforikus állapottal. És mondom, tehát iszonyú hangzavar, mindenki ordított, és egyszer csak benéztem egy sikátorba, hogy tőlem kb. 20 méterre láttam egy csoportot, akik nagyon furcsán viselkedtek, és egyszerűen nem találtam rá magyarázatot, hogy mi ebben a kakuktojás, tehát mi az, ami össze nem illeszthető két dolog, egy nagy, és a nagyban egy pici, és a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. De mert mit csináltak? Tehát, hogy tehát ebben a hatalmas kakofon hangulatban ez egy néma társaság volt tulajdonképpen, akik iszonyú erősen gesztikuláltak, a sörös korsokat egymáshoz kocintották, és nagyon hevesen és erőteljesen magyaráztak. És mondom, tehát ugye távol voltam, egy kis macskaköves sikátor, ilyen boltíves sikátor, tipikus mediterrán hangulat, és azon kaptam magam, hogy ugye, illetve közelebb mentem a képhez, és annyit sikerült már megfejtenem, hogy totál csöndben van mindenki, miközben ugye tombol a város. És akkor még közelebb mentem, és akkor láttam, hogy ez egy süketnéma klub kocsmája, vagy terasza, ahol ugyanolyan örömmel ünneplik a meccset. Ezekkel a nagyon jellegzetes, széles gesztusokkal, de ugyanolyan zaj van körülöttük, ahogy isznak, ahogy kocintanak, kifejezik önmagukat, meg a saját örömüket, vagy ahogy éppen idéznek mozdulatokkal a futballmeccsből. És akkor hát ugye ez az, amit valójában amikor nem kell az élet vagy a valóságot absztrahálni, tehát mondjuk a színpadon, hanem az absztrakció maga a valóság, igen, ami ott hever a lábunk előtt, és azt gondoltam, hogy ez egy adomány, hogy én ilyennel találkozhatok. És közben meg hát nyilván ez azon múlik, hogy az ember mennyire, az emberek az érzékszervei mennyire vannak kinyílva ilyen típusú meglátásokra. Vagy, és ezt ahhoz kötöm, hogy én a színpadtól egy kicsit távolabb kerültem, és a figyelmemet ráirányítottam, hogy ilyen, tehát ráirányítottam a valóságnak arra a rétegére, ahol megláttam, vagy meg tudom látni ezeket a, tapasztalni ezeket az élményeket, ezeket a különleges élményeket. Ami figyelmed nyílt jobban mindenre. Igen, igen. Közben itt van Puskám, őrült naplója. Ugye, hát ez a te kultikus előadásod. A te szóló te előadásod. A te szóló előadásod, ahol tulajdonképpen a Bodó Viktor rendezte, ugye, de vagy talán ilyen
segített ezt az előadást létrehozni. Közös munkátok. Ő rendezte. De itt valójában az akusztikai környezetet te álmodtad meg, a díszletet te tervezted. Ezekkel a javaslatokkal én éltem, igen. Ez úgy alakult, így van. Tehát, hogy az Orlai Tibor felkért erre az előadásra. Pontosabban engem keresett meg először ezzel a gondolattal mindössze, hogy mit gondolok arról, hogy az Őrült naplóját mi lenne, ha én eljátszanám. És akkor nagyon meglepett ez a gondolat, mert hát ez 5-6 évvel ezelőtt volt, és valahogy nem jutott addig sosem eszembe az a gondolat, hogy én egy monodrámával próbálkozzak, az valahogy most már nagyobb divat, de akkor még nem volt így ilyen divat, és a szó nem rossz értelmében, csak bennem az volt, hogy monodrámát egy már meglett színész valahogy a pályája, amikor már megérett az ő színészete, valahol akkor kezd el próbálkozni egy ilyen műfajjal. Meglepett ez a gondolat, de hát közben meg nagyon izgalmasnak tartottam, és hát nagyon jóféle kihívásnak. És tulajdonképpen Orlai Tibor, ő azt mondta, hogy javasoljak rendezőt. És akkor javasoltam Bodó Viktort, akiről kiderült, hogy ő ezt már nagyon régóta gondolkozik ezen, hogy valaki megcsinálja. És de ekkor még volt másfél év, vagy szinte két év, mert ő is úgy be volt osztva, illetve a gondolat. Tehát meg kellett várni, amíg ő ráír, mert ő eléggé be volt már akkor osztva, de akkor úgy döntöttük, hogy nem baj, hát ezt kivárjuk. És örültem is neki tulajdonképpen, hogy akkor addig megvan idő megtanulni a szöveget. Másfél év azért. Végül is az úgy történt, hogy egy évad alatt tanultam meg a szöveget, próbafolyamatok közben volt, akkor 3 turnusom volt éppen abban az évadban, és amikor ez lement, akkor volt nagyjából egy-másfél hét minden következő turnus előtt, és ilyen 3-szor másfél hét alatt, de akkor nagyon intenzíven akkor megtanultam a szöveget, és amikor eljött a pillanat, hogy elkezdjük próbálni, addigra készen volt a díszlet, és jelmezben ott álltam, és elmondtam az első próbán az elejétől a végéig a szöveget, és akkor így láttunk neki egy nem túl bő egy hónapnak. Akkor már ez a Looper nevű szerkezet is ott volt, amiről én akkor még azt gondoltam, hogy simán kiderülhet róla, hogy ezt majd leveti a színpad, kiderül róla, hogy nem működik. De aztán, ahogy próbáltunk, tulajdonképpen bent maradt, és nem merült fel egyszer sem, hogy ez nem jó, sőt ellenkezőleg. Mert valahogy tulajdonképpen az előadásnak az akusztikai világa az erre a fajta technikára épül, ugye, ami hihetetlenül jó összhangban van a vizualitással, amit szintén te teremtettél. A díszletet, így van, igen. Tehát tulajdonképpen a díszletnek is szintén ilyen hangszer funkciója van. Tehát az is zenél, a tér is zenél, tehát valójában teremtettél az Őrült naplója okán egy ilyen szóló operát. Tehát kb. Az úgy van szcenírozva, mint egy ilyen nagy opera. Igen, de biztos, hogy el lehetett volna ezt rontani. Tehát, hogyha nem Viktor ül akkor éppen ott, akkor simán lehet, hogy mindezek persze ellenére, hogy ez ennyire elő van készítve, ez ki tudja, hogy. A Viktor, ő mindig nagyon szerényen nyilatkozik meg erről, hogy neki mekkora szerepe volt ebben. De hát én tudom, mert hogy ott voltam, és tudom, hogy számtalanszor mentem volna el. Igen. Szerintem zsákutcában, vagy nem csak zsákutcában, hanem olyan utcákban, amikben azóta is
illetve azóta már nem járnék benne, mert lehet, hogy akkor már nem menne. Tehát, igen, ez egy olyan előadás, amiért nagyon hálás vagyok, hogy ez van. Olyan előadás, amire szerintem sok színész vágyik, hogy legyen ilyenje. Nem tudom, hogy kinek lehet ezért valójában hálásnak lenni. Jó Istent lehet megnevezni ilyen esetekben. Vagy nem tudom még kiket, de én is erről nehezen beszélek, mert tudom, hogy ez nagyon sokat számít az én úgynevezett pályámban, ez a pillanat, igen. Mindenesetre az alkotói energiák azért ott erőteljesen kijöttek, és tulajdonképpen utána aztán több ízben is kísérleteztél rendezéssel, és a mai napig. Tehát, hogy ez is egy különös dolog benned, hogy így 40 éves korod után... Mostanában sasszízok lefelé. Így van, és akkor elkezdesz úgy rendezgetni, de valahogy te mégsem úgy rendezel, mint ahogy általában a színészek rendeznek, vagy általában a színészek, mikor már totál elegük lesz a rendezőkből, nem, akkor azt mondják, hogy na jó, hát ilyet én is tudok. Valami ilyen belátásból rendezni, de azért az Őrült naplója egy nagyon jó példája annak, hogy azért ott van egy komoly vízió benned, tehát egy komoly kép részben önmagadról, és természetesen magáról a színházról is, és azért az ott nagyon látszik, és aztán a későbbi munkáidban is nagyon erőteljesen jelen vannak azok a stílusjegyek, amelyeket egyébként mint színész is hordozol. Igen, lejárt az időnk. Lejárt az időnk. Na? Nem tudom. Elbasztuk, vagy nem? Gyorsan érték. Igen. Nagyon lejárt már, csak valószínűleg igen, mert még utánunk is lesznek. Hát... Nem jutottunk túl mélyre. Én nem igaz? Akartam, nem jutottunk túl mélyre? Vagy igen? Nem tudom. De nem baj, persze. Sőt, hát meg azt is beszéltük, hogy valahogy lehet, hogy felszínesen kéne, vagy hogy felszínesebben. Tehát, hogy nem feltétlen kell mély interjú, mélyre hatni, hanem... De ez nem is interjú, ez egy beszélgetés, ez egy furcsa műfaj. Közben néznek, közben igyekszünk nem foglalkozni azokkal, akik néznek, mert egymásra kell fókuszáljunk, ez is nehéz. Tényleg nehéz, igen. De minden esetre ez ennyi volt a más. Tehát, hogy... Nekem jól esett, és köszönöm szépen. Nekem Csaba. Is jól esett, én is köszönöm. És köszönjük szépen. De mondjuk legyen. Azt azért, ja. Mondjuk az, hogy te egy csodabogár vagy, ez az is hozzátartozik, hogy tulajdonképpen veled dupla időt kellett volna tölteni, ugye? Mert azért... Hát nevezhetjük ezt csodabogárságnak. De ez rendben van. Ez nagyon jó indulatú tőled, hogy ez csodabogárságnak hívod. Tehát ez két óra kellett volna legyen, egy óra helyett, mivel hogy az egyik beszélgető partner az te vagy. Köszönjük szépen. Rengeteg dolog nem hangzott el, rengeteg. Mire asszociálsz te erről? Az egyiptomi halottak bárkájára, szóval nem tudom, megijedek. Nekünk adott egy, tehát én egy adott keret között dolgozom, te meg eldobod az agyad. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy én egy kirúgott oktató vagyok, akit kirúgtak az autós iskolából, mert részeges, és bosszút akar állni, mert ismeri az illetőt, akivel vezet, akivel bizgázik. Gyuri, mérges lesz, hogy ezt most így elmesélem, de olyan... Hogy nagyon neki bort a végén. De hogy hogyan működik a világ.